és nem tudtunk olyan gyors indításokat végezni, de a lerohanásunk az működött, az irányítóink és a lövőink nagyon jól hozták fel a labdákat, jól elosztogatták a végén, szerintem azzal sem volt probléma. Az első félidő az összességében jobban sikerült, mint az előző kettő összesen a védekezést tekintve. Ennek nagyon örülök. Nyilván a második félidőben egy picit már akadtak figyelemkihagyás, meg koncentráció hiány, de összegészében véve ez a mérkőzés volt a legjobb. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen fiatalon megszereztem az első NB1-es gólomat, mert azért nem mondhatja mindenki magára, hogy 16 évesen egy ilyen csapat tagja lett.